Az egyik teremben a tehetség ígéretek beszámolóit hallgathatták meg az érdeklődők, a másik helyszínen pedig azok számára tartottak előadást, akik a tehetséggondozásban jelentős szerepet játszanak, így kiemelten a pedagógusok érdeklődésére tartott számot a Sárospataki Árpád vezérgimnázium. A tehetségnap keretében megrendezett esemény kiemelten fontos az intézmény számára, hiszen az Arany János tehetséggondozó programnak köszönhetően már 15 éve segítenek a fiataloknak abban, hogy tehetségüket kibontakoztassák. Minden nap beszélünk a tehetséggondozásról, a tehetségfejlesztésről, de azért minden évben érdemes megállni egy napra, és egy kicsit kilépve az iskola hétköznapi munkáiból, megnézzük azt, hogy ebben az évben hogyan haladtunk előre a tehetségfejlesztés útján. Én azt gondolom, hogy ebben az évben ismét nagyon büszkék lehetünk tehetséges diákjainkra, akik számos olyan kreatív, és azt gondolom, hogy modern versenyen mutatták be képességeiket, amelynek eredményeképpen országos elismerése tettek szert. Ennek eredményeképpen ma azok a diákok fogják bemutatni munkájukat, akik az előbb említett versenyeken komoly elismerésre tettek szert, és hát nagyon bízunk abban, hogy az érdeklődő diákjaink kedvet kapnak arra, hogy jövőre is a kötelező tananyagon túllépve ők is merjenek tehetségük kibontakoztatása céljából plusz tevékenységet folytatni. Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke elmondta, hogy az elkövetkezendőkben is lesznek olyan pályázatok, amelyek a pedagógusok és a jövő tehetségeinek közös munkáját segíti. A Nemzeti Tehetségprogram, aminek van egy nemzeti tehetség alapja, annak ugye alapvetően az a forrása, hogy az 1%-ot befizetik a adózóink, és ugye nagy örömünkre már évek óta több mint 1 milliárd forint érkezik. Tehát ez az egyik, most tavaly 1 milliárd 300 millió érkezett, és most ezt a kormányzat, az oktatási kormányzat megduplázta. Tehát 2015-ben kb. 2,5 milliárd forintot fognak kiírni pályázatokra. Ez az egyik forrás. A másik, hogy új uniós periódus kezdődött, és itt is már hát ilyen félkész állapotban van az a terv, amelyet közösen dolgozott ki a Matehetsza minisztériummal, és ebben összesen kb. 7 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy a tehetségprogramokat, egyéni tehetséges gyerekeket is támogassuk. Az elnök hozzátette, a jövőben főként az egyének tehetséggondozása lesz majd a legfontosabb szempont.